A tiszafüredi református egyházközség szervezésében február 25-én emlékeztek a tiszafürediek a kommunista diktatúra áldozataira. A megemlékező istentisztelet a Calvin gyülekezeti házban kezdődött, majd a polgármesteri hivatal előtt lévő emlékműnél koszorúzással fejeződött be. Az emlékező istentisztelet Angyalosi Katica, Nyír Bogdányi lelkipásztor szolgálata volt. Közös énekkel, majd imádsággal kezdődött az istentisztelet, majd a lelkész azokra emlékeztetett, akik a kommunista diktatúra áldozatai lettek, azért, hogy mi már szabadságban élhessünk. A lelkész János evangéliumának 12. fejezetéből olvasta Isten igéjét. Az igemagyarázatban elmondta, hogy teljes egészében közösséget tud vállalni a kommunista diktatúra áldozataival. Mi köze van az emléknapnak Jézus jeruzsálemi bevonulásához? Kérdezte. Jeruzsálembe zarándokok érkeztek, akik az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek. Az idősebb generáció jól emlékszik a mai emléknapra, s a lelkipásztor reméli, hogy a fiatalok tanulják a diktatúrák történetét az iskolákban. Istentelen, embertelen, hazug, igazságtalan rendszernek nevezte a kommunizmust, amely melegágyat adott egy istengyűlölő, embert nem szerető, tehetségtelen rétegnek. A diktatúrák borzalmassá tették az egyébként is vérző, lángoló 20. századot. A lelkész sorolta a kommunizmus szörnyűségeit, az ezen a vidéken felépült munkatáborokat, a Malenki robotot, a néma börtönöket. A kommunizmus fekete könyvében 100 millió név van, mondta a lelkészasszony. Az áldás után Szabó Konrád Sándor nagy tiszteletű úr kérésére Angyalosi Katica röviden bemutatkozott a jelenlévőknek. Az istentisztelet második részében a Hámori András szakközépiskola és szakiskola tanulóinak ünnepi műsora és a református egyházközség énekkarának szolgálata következett. A záróének és a himnusz után a gyülekezet tagjai átvonultak a polgármesteri hivatal elé, ahol az emlékezés virágait és mécseseit helyezték el a kitelepítettek emléktáblájánál.